Bana Tibor képviselő úr, a szó, parancsolja. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr! Vas megyében továbbra sincs egyetlen kilométer autópálya sem, holott Orbán Viktor miniszterelnök úr több alkalommal is megígérte Körmenden, hogy Budapestről Körmendig, majd Körmentől Szentgotthárdig, az országhatárig autópályán közlekedhetünk majd. Ehhez képest az M80-as autóút csak kétszer egy sávon valósul meg Szentgotthárd és Körment között, ráadásul elképesztő módon fizetős lesz. Elfogadhatatlan, hogy egy ilyen útszakasz használatáért pénzt kérnek a térségben élőktől és a hozzánk látogatóktól. Korábbi ígéretüket tehát megszegték. Sajnos azonban nem csak ezzel van probléma, hanem az alsóbrendű utak jellemző állapotával is. A teljesség igénye nélkül több javaslatot is benyújtottam a jövő évi költségvetéshez útfejlesztések érdekében, amelyek mellett a Költségvetési Bizottság ülésén is érveltem. Sajnos a kormánypárti képviselők V-Németh Zsolttal az élen nem támogatták ezeket. Sajnálom, hogy képviselőtársam már nem várta meg az interpellációmat, 2 perce még itt volt a teremben. Leszavazták ugyanis a 76-os főút Hegyhád-Hodász-Hegyhád-Sál utáni szakaszának fejlesztését, a 84-es főútról kanyarodósáv létesítését Kissomjónál, az Apát István falva Szentgotthárd összekötő út, az Őri Szent Péter Kondorfa Csörötnek összekötő út, a Szentgotthárd Máriói falu Farkasfa Szalafő összekötő út, a Szalafő Hodos határon átvezető Murvás út, a Szattán átmenő út, Szentgotthárdi állami utak és a Velemér Magyar Szombatfa összekötő út felújítását. A sort persze hosszasan folytathatnám a felújításra váró utak felsorolásával, a régi 8-as út egyes szakaszaitól, vagy Ispánktól, Viszáktól kezdve Nagyrákoson, Rábagyarmaton, Rátóton át, akár Jánosháza, Káld, Kemenes-Pálfa vagy Szentpéterfa térségéig is, de további településeket is mondhatnék, a Kemenes aljáról, a Kemenes hátról, a Vasi hegy hátról, az Őrségből vagy a Vendvidékről, hiszen megyénkben, azon belül is elsősorban a körmendi Szentgotthárdi választókerületben rengeteg további problémás útszakasz található. Nézzük például fürdőhelyeinket. Többek között Borgáta, Mesteri, Celdömölk, Bükk, Sárvár, Szombathely, Körmend vagy Szentgotthárd esetében is az a helyzet, hogy e települések környékén nagyon sok esetben kritikán aluli az utak minősége, és akik hozzánk látogatnak, azok számára ez biztos, hogy nem egy pozitív élmény emlék, de ugyanez igaz azokra is, akik kirándulni jönnek az Őrségbe, Vendvidékre, a Sághegyhez, vagy éppen Kőszeg környékére. Ezeket is meg kellene oldani, érdemi lépéseket kellene tenni. Tisztelt államtitkár úr! Körmend, Szentgotthárd, Vasvár, Jánosháza és Őri Szent Péter térségében rengetegen vagyunk kíváncsiak az alábbi kérdésekre adott válaszaira. Számíthatunk-e belátható időn belül az érintett útszakaszok megújítására, további útszakaszok fejlesztésére, valamint az első kilométer autópálya megépítésére Vas megyében? Várjuk érdemi válaszait. Államtitkár úr, önné a szó. Nagyon szépen köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Természetesen jogos a Vas megyei emberek igénye, hogy minél több és minél jobb út épüljön, illetve korszerűsödjön. És azt is látni kell, tisztelt képviselő úr, a magyar kormány, a nemzeti polgári kormány ezért tesz is, hiszen soha nem látott mennyiségű forrást költünk el útfejlesztésekre. Tisztelt képviselő úr, az is tény azonban, hogy V-Németh Zsolt képviselő úr egyébként támogatta az ön által elmondottakkal szemben támogatta azokat a javaslatokat, amikről ön beszélt. A kormány stratégiai célja, tisztelt képviselő úr, a megyei jogú városoknak a bekötése a gyorsforgalmi úthálózatba, az autópályák és autóutak elvezetése az országhatárokig, és a technológiai és ipari központok elérhetőségének a javítása. Ezen dolgoztunk az elmúlt évtizedben is, és ezért dolgozunk a továbbiakban is. Ennek eredménye, hogy mi 2010-ben Magyarországon 1300 kilométer alatt volt a gyorsforgalmi hálózatnak a hossza, ez mostanra 1700 kilométerre nőtt. 2020 végére már a magyar emberek 86%-a juthat el legfeljebb fél óra alatt egy gyorsforgalmi vagy kiemelt főúti hálózati pontig. És 2025-re már 10-ből 9 magyar emberre lesz igaz, hogy 30 perces távolságra lakik a gyorsforgalmi úthálózattól. Tisztelt képviselő úr, az is igaz, és talán ebben nincsen vita közöttünk,
hogy a 2010 előtti időszakról rengeteg karbantartás, rengeteg fejlesztés maradt el, és nekünk ezt az elmúlt évtizedben, illetve a következő években kell ledolgoznunk, ez továbbra is rengeteg feladatot jelent. Idén is több mint 1000 kilométeren kezdődhetnek útfelújítási munkák, ez a tavainak egyébként a kétszerese. A kormány döntésének értelmében idén és jövőre több mint 157 milliárd forintot biztosítunk közel 590 kilométernyi útszakasz rendbetételére, és a Magyar Falu Program részeként is 600 kilométeren tesznek rendbe utakat a kistelepülések. Vas megyében is komoly és fontos útfejlesztésekkel segítjük az ott élőket és az ott működő vállalkozásokat. Az M76-os gyorsforgalmi út Zalaegerszeg-Fenékpuszta közötti kétszer kétsávos autóútjának kiépítése előkészítés alatt áll, a kivitelezés 2021 negyedik negyedévében, a forgalomba helyezés pedig 2024 negyedik negyedévében tervezett. Ennek folytatásaként az M76-os autóút Zalaegerszeg-Körment közötti mintegy 30 km hosszú része is előkészítés alatt van. Az M80-as autóút Körmend-Rábafüzes országhatár kétszer egysávos autóút kivitelezése az megkezdődött, kivitelezés alatt van. Körmend-Vas-Szentmihály közötti szakasz 21 októberében, míg a Vas-Szentmihály-Szentgotthárd 6,6 kilométeres szakaszt június 3-án adták át. Ezáltal Rönök és Szentgotthárd Jakabháza ettől kezdve mentesül az átmenő forgalom alól. Az M86-os autóút Körmend-Szombathely-Zanád közötti kétszer kétsávos 26 km hosszú új nyomvonalának tervezése az folyamatban van, és az M87-es gyorsforgalmi út Szombathely-Kőszeg közötti területének a tervezése a szintén készül, amelynek a célja a települések elkerülése mellett azoknak a gyorsforgalmi úthálózatba való csatlakoztatásának a biztosítása is. Köszönöm megtisztelő figyelmét. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Hát sajnos az az állítása, hogy V. Németh Zsolt képviselőtársam a Költségvetési Bizottságban támogatta a javaslataimat, az annyira igaz, mint hogy az M80-as kétszer két sávon valósult meg. Tartózkodott ugyanis képviselőtársam mindegyik indítványomnál, ráadásul mindez pökhendi, arrogáns és lekezelő stílusban tette. Ezzel kapcsolatban nagyon sok negatív visszajelzés érkezett hozzám. Én egyébként minden esetben elismertem azt, hogyha előrelépések történtek útfejlesztések kapcsán, hiszen például az ön által említettek közül is a 76-os út tekintetében az egy pozitív fejlemény, amiről beszélt, de összességében mégis azt látom, és sajnos válaszában nem tért ki rá, hogy a legtöbb vasmegyei útszakasz, akár egyébként a főútvonalak és az alsóbbrendű utak tekintetében pedig ez még inkább igaz, egyáltalán nincsenek a prioritási lista élén, tehát érdemi felújításokra a közeljövőben nem számíthatunk, holott a térségben élők megérdemelnék azt és a hozzánk látogatók, hogy megfelelő minőségi utakon és 21. századi körülmények között autózhassanak. Nem tudom elfogadni a válaszát. Köszönöm szépen, képviselő.